Szeged határában működik a 21. század egyik legmodernebb kutatóintézete, az Eli Alps Lézeres Kutatóközpont. A nemzetközi kutatóközösség kezdeményezésére, az Európai Unió strukturális alapjának felhasználásával létesült intézményben élvonalbeli kutatási berendezésekkel vizsgáljuk a nagy intenzitású fényimpulzusok és az anyagkölcsön hatását. Tevékenységünket büszkén mutatjuk belátogatóinknak. Külön örömmel fogadjuk az érdeklődő diákokból álló csoportokat, hiszen bennük látjuk a jövő kutatóit. Az előre egyeztetett időpontban érkező látogatócsoportok biztonsági ellenőrzés után vezetővel léphetnek az intézet belső tereibe. Bár a kísérletek zárt laboratóriumokban folynak, az épület több pontján elhelyezett monitorokon élőben követhetjük az ott folyó tevékenységet, és tájékozódhatunk az ott működő berendezések pillanatnyi paramétereiről. A lézeres csarnok felé útba ejtjük a Dobocki Zsolt képeiből összeállított, a 2014 és 2017 között lezajlott építkezés dokumentáló kiállítást. A művészi igénnyel készült képek érzékeltetik a projekt lélegzetelállító dimenzióit és az építőmunkások erőfeszítéseit. A csoport vezetője a séta során bemutatja az Eli Alps kutatási berendezéseit, elmagyarázza a lézereink és másodlagos forrásaink különleges tulajdonságait. A kísérleti csarnokba lépve elénk táruló látvány sejteti, hogy a különleges berendezések optimális működtetése különleges feltételeket kíván. A rezgésmentes környezet, az állandó hőmérséklet és páratartalom, valamint a pormentes levegő biztosítása komoly kihívások elé állította a tervezőket és építőket. A laboratóriumokban folyó munka megzavarása nélkül a lézercsarnok közepén levő teremig mehetünk, ahonnan ablakokon keresztül láthatunk be a környező lézeres laboratóriumokba, illetve monitorokon láthatunk élőképet a többi berendezésről. Szóba kerül a lézerrendszerek felépítése, a már elvégzett kísérletek, a lehetséges kutatási területek, a berendezések folyamatos továbbfejlesztése, beszélünk a laboratóriumi munka biztonsági és öltözködési előírásairól. Májusában a fény napján az Eli Alps látogatóközpont megnyitásával ünnepli az első lézer működésének 60. évfordulóját. Számos érdekességet tartogatunk az optika, a fény, a lézerek és a lézeres kutatások iránt érdeklődőknek. Műhelyünkben lézerhárpa készült, amelynek húrjait különböző színű lézersugarak adják. A húrok pengetésekor a lézersugár megszakad, és az integrált elektronikai elemek segítségével a hárpa különböző magasságú hangokat ad. Testközelből vizsgálhatjuk meg az Eli Alps berendezéseiben több helyen jó szolgálatot tevő deformálható tükrök működését. Modellünk több mint 50 elektronikailag vezérelt aktuátora változatos domborulatokat és homorulatokat tud kialakítani a tükör felületén. Így a tükörben látott kép is sokféleképpen torzulhat. Látogató központunkban lézeres hangtovábbítót is bemutatunk. Ennek sugárzó és fogadó egysége egymástól több méter távolságban elhelyezve képes hangátvitelre, vezeték és hangcsatorna nélkül, lézersugár segítségével. Ha a lézersugár útját megszakítjuk, a hangátvitel is megszakad. Nagy intenzitású sugárzással dolgozni veszélyes. A kutatók és a berendezések védelme
precízen kidolgozott biztonsági rendszerrel valósítható meg. Ennek modelljét is kipróbálhatják látogatóink. A lézersakkal vívott csatákban tétje van annak, hogy a játékosok mennyire ismerik az egyes optikai elemek működését. A rossz beállítások, csak úgy, mint a laboratóriumokban, rossz helyre terelik a lézersugarat. Ez a sakkban csak vesztéshez, de a laboratóriumban sikertelen kísérlethez, vagy az eszközök károsodásához vezethet. Az ELIAPS küldetésének megvalósítása mellett kiemelt feladatunknak tartjuk az ismeretterjesztést. A látogatóközpont eszközeinek, berendezéseinek, felszereléseinek fejlesztésén folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy minél teljesebb körűen és szemléletesebben mutathassuk be a kutatóintézetet, a lézerek működését, valamint hogy az érdeklődők első kézből, a leghitelesebb forrásból szerezhessék ismereteiket az intézetben folyó kutatásokról.